Az Ösztánc rovat szakmai partnere a Nemzeti Táncszínház. Folytatódik a Kultéka itt a Rádió Q99.5-ön. Ahogy ígértem, táncszínházi programajánlóval jövünk vissza, méghozzá a Kulcsár Noémi Tellabor Macbeth című előadásáról fogunk beszélgetni, amely október 28-án lesz a MOM Kulturális Központban, a Nemzeti Táncszínház egyik játszóhelyén, és itt van velünk a vonalban a címszerepet alakító, táncoló Csere Zoltán. Szeretettel üdvözöllek! Szép jó estét kívánok mindenkinek! Szia! Hogyha így először első lépésként a prózai színházat nézzük, akkor elmondhatjuk azt, hogy egy színésznek, egy férfi színésznek, a Macbeth az egy olyan lépés, vagy egy olyan csúcs a pályáján, amire talán mindenki vágyakozik. És hát ugye a kortárs tánc világában amúgy is kevesebb lehetőség van szerep megformálására, amiről majd te elmondod, hogy egyébként milyen érzés mondjuk egy táncművésznek, amikor nem érzéseket ad csak át, hanem valójában van egy szerep, amit alakít, de ennek analógiájára, hogy a prózai színházban mondjuk mit jelentett valakinek a Macbeth, mit jelent te számodra, vagy a te pályádon eljátszani, eltáncolni egy ilyen világhírű karaktert? Hú, na nagyon jó és nagyon hosszú volt. Kezdem a színházi oldalról. Igen. Számos barátomnak megkedvenc darabja Macbeth, akik színészek. És igen, ahogy említetted, ez férfi színésznek ez csúcs. Tehát ő ez szerepálló mindenkinek, hogy Shakespeare-nek ebben a király drámájában. Tehát Macbeth, Hamlet, vagy Hamlet, Macbeth az örök sorrend még nem eldöntött, de szeretik. Nagyon nehéz szerep. Nehéz úgy, és nekem is, mint táncelőadásban, azon kívül, hogy a mozdulatot és a koreográfiát meg kell tanulni, az egy dolog, de hogy a néző számára is megpróbálni érthetővé tenni az egész darab folyamán azt a lelki állapotot, amit Macbeth végig megy az elejétől egészen a királygyilkosságig, és még utána azokon át, hogy megöli a legjobb barátját, és gyakorlatilag maga körül mindent. És mindenkit elpusztít, mert akkor a hatalom vágytomból benne, hogy mindenkitől és mindentől fél. Hát ezt megformálni színpadon, táncban elég nehéz feladat és kihívás volt. Mi az, amit egyébként az eredeti történetből megtartottatok, szereplőkből, minden. Történetből, mindent? Minden. Noémi nagyon, nagyon hülyen követi a dramaturgiát, már amennyire meg tudjuk tenni a tánc nyelvén, ahol egyetlen egy mondat nem hangzik el, de hát ugye a kronológiát tartani kell, mert nem akartuk olyan nagyon kiforgatni, vagy ő nem akarta olyan nagyon kiforgatni. Most ezt meg lehetett volna, hogy nem tudom csinálni egy szereplésre, két szereplésre, felét szöveggel, felét nem. Ő megpróbálta ezt tisztán, 100%-osan a tánc nyelvére lefordítani a prózát. Ugye említetted a hatalomvágyat, ez a kulcs motivum, a gondolata a ti feldolgozásotoknak? Vagy igen. Nyilván azért ugye a tánc valamennyire absztrahál, de hát ennél fogva talán erősebben is közvetít valamint a darabnak a lényegéből, hogy mi az, ami a legfontosabb vagy legfontosabb gondolatok a ti előadásotokban? Ez volt a Noéminak a mozgató rugója, ezen beszélgettünk nagyon sokat a próbák folyamán, hogy ő ezt fogta meg végül is a darabba, hogy a hatalom vágyig eljutni a boszorkányok jóslata által, ugye, ami az viszonylag egyszerű, mert csatából hazafelé tartva megjósolják, hogy tán lesz, aztán király, és nem kell félnie semmitől, mert csak olyan ember győzhet rajta, akit nem anya szült. És ugye ezt elhinni, és ezeket végrehajtani. Nyilván itt nagyon-nagyon nagy szerepet játszik benne, ugye a Lady Macbethet megformáló Szarvas Kriszta a partnerem, aki a darab folyamán gyakorlatilag ő a fő felbújtó a királygyilkosságra. Hogy akkor szerezzük meg minél hamarabb és minél több hatalmat és próbáljuk megtartani. Persze ezt próbálta Noémi valamennyire, reméljük, hogy elég jól sikerült megjeleníteni. A hatalomvágy megszerzése és az a félelem, ami bármikor bekövetkezhet, hogy elveszti a hatalmát. És milyen eszközöket használtok még az előadásban, hogyha jól tudom, jól emlékszem, akkor ugye bábok is szerepelnek. Igen. Benne. Hát igen. Milyen volt velük együtt dolgozni? Nagyon jó, nagyon jó. Nagyon, ez egy egész érdekes, és egy új szint hozott ide bele a mi kis próba folyamatunkba. Noémi eredetileg is úgy gondolta ki, hogy a három boszorkányt azt mindenképpen
egy kicsit elemelni ettől az egész történettől, és így születtek meg a bábok. Tehát a három boszorkány, mikor jön, ők mind egy bábok. És a Színház és Filmművészeti Egyetemről, a Bábszínház és rendezői szakról kértünk segítséget. A Cibi Gerge és a Horváth Márk, akik a bábozásban segítettek, és magában a bábkészítésben. És így velük együttműködve tanultuk a bábmozgásokat, főleg a lányok, mert van sok dolguk a bábokkal. Nagyon érdekes volt, nagyon szerettünk velük együtt dolgozni. Kulcsár Noémi Tellabor Macbeth című előadása október 28-án látható majd a MOM Kulturális Központban, és az előadás címszereplője, Macbethet alakító Csere Zoltán volt itt velünk a vonalban az elmúlt percekben. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, Zoltán. Én is köszönöm. Egy program a programokról. Zene, kiállítás, előadás, és ami mögötte van. Kultéka. Minden kedden este 6-tól 7-ig Halász Glóriával.